soha nem tudjuk bemutatni, mert nincsenek ilyen felszerelésünk, és most nagyon is állítottuk össze ezt a desztilláló készüléket, hogy megnézhessék meg, hogy milyen eszköz, tehát hogy milyen alapotó, a kat részei vannak, meg hogy mire használható. Az biztosan valaki el tudja nekem mondani, hogy a desztillálás milyen anyagok szétválasztására használja. Milyen halmazállapotú anyag szétválasztására. De hát inkább, mondjad Béla, folyékony halmazállapotú anyagok szétválasztására használják, méghozzá minek, melyik az a fizikai tulajdonság, amely alapján szétválik két anyagból, vagy több. Ha mind a kettő folyamatos. Erre emlékeztek. A forráspont különbség alapján válnak szét. Egyiknek alacsonyabb a forráspontja, a másiknak magasabb. Na most nézzük akkor, hogy néz ki a készülék. Tehát a készüléknél, vagy a készülék alkotó része egy lombik. Nyilván ez egy laboratóriumi desztilláló készülék, egy gömblombik, aminek talpa van, ugye tanultuk, hogy talpas lombik, csiszolatosan kap, abba bele van helyezve a kimérő, és azon keresztül, az oldal csövön keresztül, itt látható a hűtő. A hűtőben vízkering, méghozzá úgy, hogy alul ezen a csövön a csapról jön a hideg víz, itt végig megy benne, és a másik csövön eltávozik. Tehát folyamatosan, annak ellenére, hogy nem fogjátok ezt könnyen látni, mert teljesen átlátszó tiszta víz van benne, mozog benne a hideg víz. Ez a hideg víz azért kell, hogy amikor elkezdjük forralni a folyadékot, és képződik a gőz, hogy ezt tudjuk lecsapódni. Így van, hogy állít a közésekben. Pontosan, és akkor a keletkező gőz így lecsapódik, a folyadék, mármint a párnak, az így fog összegyűlni ebben az edényben. Na most mi bort fogunk desztillálni, ami azt jelenti, hogy a borban van ugye víz, alkohol és még egyéb anyagok. Na most ami szép fog válni, az nyilván a víz meg az alkohol. Az alkoholnak alacsonyabb a forráspontja, mint a vízé, ezért azt fogjuk tapasztalni, hogy amikor elkezdjük melegíteni a folyadékot, emelkedik a hőmérséklet, majd ide fogtok jönni, hogy nézzük közelről is, elérhet adott hőmérsékletet, annál a hőmérsékletnél megáll, ahol megáll, az azt jelenti, hogy az az alkohol forráspontja. És egész addig, amíg az összes alkohol átlag desztillálva, előre csapódik, kimen válik, és távozik abba az edényből, addig a hőmérséklet ugyanaz az érték lesz. Utána pedig majd elkezd emelkedni. És ha megkapjuk itt a pálmatot, tehát az alkoholt, akkor majd ellenőrizni fogjuk, hogy tényleg alkohol-e úgy, hogy meg is tudjuk gyújtani a keletkező alkoholt. Ja, most akkor meg is. Jó. Most, igen. Na, én meg vegyek a másik oldalra, ugye? Én nem tudom, hogy szemben.